A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, egy vallomással kezdem a mai beszélgetést, már nagyon várom 2024. július 18-át, hiszen akkor lesz egy olyan film, amit azt hiszem, hogy nagyon-nagyon kevesen lesznek, akik elmulasztják, hogy miért is. Én azt tartom, miközben bemutatom vendégeinket, Kovács Szilvia, köszönöm a meghívást. A Haza című film társrendezője és producere, ha úgy tetszik, és Matuz János, szervusz, örülök, hogy itt vagyok. Köszönöm szépen, megkérdeztem. No, hogy miért is? Mert az ókori, én azt látom, tehát az én korosztályom legalábbis, hogy az ókori, illetve a középkori történelmet, azt már kiveséztük teljes egészében, ízekre szedték a történészek, filmeket láttunk, regényeket olvashattunk, történelemből tanultuk ezeket, viszont a 20. század meg annyi titkot rejt, mondom én. Tudjuk, tanultuk, hogy a politikusok miként álltak hozzá, hogy a hadvezért mi történt az első és a második világháború előtt, mi robbantotta ki, milyen történései voltak, mi volt utána, de hogy az árkokban, a harcokban résztvevők miként élték ezt meg, arról bizony, bár azért kortárs művek most már születnek erről, és filmek is, de a mélységeit nem ismerhetjük meg. És ti abban a szerencsés helyzetben kerültetek, hogy Lantai Mayer József szibériai hadifogoly visszaemlékezéseiből egy filmet készíthettek, amiről már beszéltünk, de egy kicsit még essék szó erről, hiszen ez nem csak, hogy én azt mondom, hogy ilyen csak nagyon-nagyon véletlenül, vagy óriási szerencse kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen visszaemlékezéshez, hiteles történethez hozzájusson. Szilvi, kicsit tekintsünk vissza, hogy ez hogy is került hozzátok, aztán majd beszélünk a filmről természetesen. Hát elmondtuk már, de elmondhatjuk újra, mert szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, mert hogy lehet, hogy másoknak a háztartásában is véletlenül lapul egy ilyen napló, nem tudhatjuk. Engem megkeresett a rokonságomból két hölgy, akik vele éltek tulajdonképpen együtt, és azt gondolták, hogy fontos lehet az, hogy én lássam ezt a naplót teljesen másokból. Csak hogy lássam, hogy az én rokonomnak milyen kézírása volt, milyen gondolatai voltak, de nem mondták egyébként, semmilyen felvezetőt nem mondtak ahhoz, hogy ez mi, csak hogy olvassam már el, hogy nézzem már meg, hogy nekik mi van a birtokukban. És hát nyilván, ahogy elolvastam, és rájöttem, hogy ez egy hadifogoly napló a saját rokonomnak, aki itt élt Székesfehérváron, hát nyilván rögtön elkezdett érdekelni, és ugye rögtön ilyen in medias res kezdünk bele, hogy ő már ott van kint, illetve hogy mennek kifele, és ugye, hogy nincs vége, de viszont ahogy az egészet elolvastam, én azt gondoltam, hogy hát ebből muszáj valamit csinálnunk, hiszen Fehérváron nincs ilyen emlék. Legalábbis nem tudunk róla. Igen. Milyen volt szembesülni azzal, amikor te magad elolvastad, hiszen kismillió forgatókönyv van már mögötted, és azt hiszem, hogy egy ilyen kézzel írott történet 100 év múltán egy fantasztikus. Ugye én a gépre átírt változatát küldte meg a Szilvi. Ez olyan, mint amikor az ember elkezdi vadászgatni a filmeket, és amikor azzal kezdik valami igaz történet alapján, az valahogy mindig valahogy frissebb, igazabb, mélyebbre hatol, mint a puszta fikció. Tehát azt a közhelyet láttam újra bebizonyosodni, hogy az élet legnagyobb forgatókönyvíró, mert mikrorezdülések vannak ebben a könyvben. Tehát nyilvánvalóan nem egy Solohov, aki ezt a... Nem az volt a célja, hogy most megörökítsen életében egy fontos szakaszt. Sokkal inkább én azt láttam, hogy a túlélésért írt. A napi
tevékenységért írta le a gondolatait, nem is mindig összefüggően, hanem ahogy vándorolt, pontosabban sodorta a szél helyszínről helyszínre, úgy ilyen nagyon finom rezdülésekben elevenedik meg az a küzdelem, amit ő végig követ, és nagyon furcsa benne, hogy nincsen benne semmi önsajnálat, nincsen benne semmi dráma iránti érzék, ez egy fiatal, éppen csak frissen felszabadult asztalos, akiről itt most beszélünk, aki belemegy a nagy háborúba, annak rendes módja szerint hadifogságba esik, meg onnantól kezdve nálánál nagyobb erők sodorják egyre keletebbre, és ezt valahogy egy ilyen túlélő ösztönnel tudomásul veszi, és egy asztalos egyszerűségével és tömörségével lejegyzi, hogy ebben az élet pillanatban éppen hogyan sikerült neki túlélnie. Megérintett benneteket az a valóság, ami sugárzik egy ilyen írásból? Hogyne, hát ugye a történelem tanulmányokból nyilván, amikor ezt a korszakot tanítják, ugyanúgy, ahogy egyébként bármilyen más harcos, zavaros időket tanulunk, azért azt így próbálja az ember elképzelni, hogy hú, hát szegény katonák, hányan vesztek oda, stb., de ezt így kívülről látod, de amikor ezt belülről olvasod, ráadásul a saját rokonodnak az írását, és tényleg ugye volt szerencsénk a kezünkbe venni ezt a naplót, már az is egy hátborzongató dolog, hogy a saját felmedődnek a több mint 100 évvel ezelőtt írását fogod a kezedben, de az, amikor olvasod, hogy mind ment keresztül, hogy a nem tudom, mínusz 40 fokos hidegben kellett a hóban, egy szál, nem tudom, nyári ruhában mennie, és nem volt mit egyen, és akkor mire cserélt, hogy tudjon szerezni magának élelmet, a kis fifikák, a fondorlatok, tehát hogy ez persze, hogy megérinti az embert. Azt tudni kell, hogy ő 26-tól 30 éves koráig volt ebben a hadifogságban, tehát nyilván ő tényleg, ahogy a János mondja, nem egy írói készséggel megáldott ember volt, aki azért írta le ezt, hogy majd az utókornak nem tudom milyen művet teremtsen, hanem inkább az, amit egyébként Cserpakovics András polgármester is mondott nekünk, amikor a támogatásáról, na hogy mondjuk ezt, biztosított minket. Tehát, hogy ő a végén azt mondta, mert nagyon megmaradtak bennem ezek a gondolatok, hogy örül neki, hogy ezt megvalósítjuk, mert hogy a Józsi bácsi, ugye mi már Józsi bácsinak hívjuk, mert a rokonok, akik ugye végig mellette éltek, miután hazatért, és szerencsésen 85 éves korában hunyt el, ők már Józsi bácsinak hívták, tehát hogy az ő naplója valahol értelmet nyer, és hogy ő így valahogy így mondta az András, hogy majd föntről fog mosolyogni a felhőkből, hogy volt értelme leírni ezt, és tényleg megmaradt az utókornak. Igen, hát a következő pillanat a ilyen értelemben a legfontosabb. Nyilván maga a munkafolyamat azért, maga a felvételek sorozat, amire összeáll a film, az nagyon fontos. De az első pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy igen, ebből egy film lesz, akkor jön a neheze. Mármint a dramaturgia, hogy miként lehet ezt úgy átadni a közönségnek majd filmként, hogy átérezzék, hogy mi minden történt, és emellett kellően tanulságos és valóságos maradjon. Igen, a lényegre tapintottál, pont ez benne a nehézség. Ez egy 11-néhány oldalas kézzel írott napló, elég kis méretű napló. És ez egy úti napló, tehát helyről helyre megy, és jegyzetel ezt azt az benyomásait, hogy vajon hogy lesz ebből egybe szerkeszthető egész. Hát egyrészt úgy, hogy ez egy ilyen úti film, ha úgy tetszik, egy lelki úti film is, ahogy haladunk egyre beljebb a reménytelenségbe, mert ahogy haladunk egyre keletebbre viszi őt a vonat, egyre messzebbre kerül az otthonától. Tehát nem véletlenül adtuk ennek a címnek, végül is a címnek az, hogy haza felkiáltó jelgel, mert az mindent jelent ebben a filmben egy ember számára, akit az otthonából kiszakítanak. És ez a küzdelme, hogy az egyre jobban távolodunk otthonról, és egyre jobban haza szeretnénk menni, ezt a kettőséget nagyon szeretnénk ebben a filmben mutatni. Aztán gyönyörű tájakon halad.
Tehát az a helyzet, hogy Szibéria, Szibéria, de azért a szovjet-orosz résznek azok a tájai, amiken ez a rabszolgavonat, így mondom, őt elviszi, azok elég szép, elég tiszta tájak, tehát az ember teszi tönkre magát, semmi köze a természetnek. A másik pedig az itthoni, van benne egy várakozás, az itthoniak pedig várakoznak. A várakozás az mindig drámával teli, mert ott van benne a remény. Ott van benne a remény csökkenése, és minél jobban csökken a remény, annál inkább nő a dráma. És tulajdonképpen ezekkel a kis mikropontokkal tettük ki azokat az útjelzőket, amiken keresztül ez a film majd haladni fog. És hát kibontottunk benne szerintem egy nagyon-nagyon szép szerelmi történetet, egy tragikus szerelmi történetet, amit a tőlünk telhető lehetőségeken messze túl, azt gondolom, sikerült már eddig le is forgatni, hogy van itt egy beteljesületlen szerelmi szál, és ez a lány, aki várakozik az ő vélhetőleg vőlegényére vagy kedvesére. A várakozásban mind a két oldalról minden megszép. Tehát az, hogy valaki egy magyar tájon várakozik, vagy egy szibériai hóban, egy elesett pillanatában várakozik, ez a két lélek, ez mindig egymást keresi az egész film alatt. És hogy hogyan tud beteljesülni két egymást kereső lélek úgy, hogy nem találkoznak össze végül is, ez adja a filmnek szerintem a katarzisát. Tehát egy olyan úti filmet próbálunk megcsinálni, amelyben nagyon mély emberi pillanatok vannak, és a pillanatok összességében szerintem föl fog sejleni a katarzis, mint lehetőség. Tehát a lírai mélységek sem maradhatnak ki, nyilvánvaló. Egyetértettek ebben, hogy egy ilyen ívet kapott maga a történet? Te miként láttad? Mindenben egyetértettünk. Nagyon igen. Jó. No, ezután viszont megvan akkor a forgatókönyvünk. Ahhoz viszont, hogy ezt hitelesnek tekintsük, ahhoz kellenek olyan szereplők, akikre, ha rátekintünk, elhisszük, hogy ő valóban megidézi azt az embert, aki ezt a sok viszontagságot átélte. Kell egy olyan hölgy, aki itthon vágyakozva tekint vissza. És általában a... Rám nézel folyamatosan, igen, meg a szívére nézek folyamatosan. Tökre, tehát a szereplő válogatás nehézséget okozott? Vagy megvoltak az elképzeléseitek? Az a szerencsé, hogy Jánosnak nyilván ilyen tekintetben megvoltak a kapcsolatai, úgyhogy amikor jött az ötletekkel, hogy ki kit formáljon, akkor nem volt kérdés, és ráadásul össze is. Az elején egy kicsit volt olyan, emlékszel, hogy így keresgéltünk, és akkor én is keresgéltem karaktert, és küldözgettük, és így valahogy így tök simán megbeszéltük, kitaláltuk. Ugye Varga Gabi színésznő nagyon fontos szerepet játszik ebben. Ő téged alakít. Ő, aki ugye engem alakít, ezt azért elmondhatjuk, meg már el is mondtuk többször is, hogy van ennek egy olyan felütése, ami ugye miután az egész napló a valóságon alapul, ezért nem akartunk ettől elrugaszkodni, és hát miután akartunk ennek egy jelenbeli felütést adni, ezért azt gondoltuk, hogy legyen úgy ez megörökítve, ahogy volt. Tehát van egy riporternőnk, és akkor hát innentől nagyjából sejthető a sztori, hogy megkapta ezt a naplót. Erről most többet azért nem mesélek. Tehát ezeket a jeleneteket a Varga Gabi alakítja, és hát a többi színészről szerintem meséltek. Mindjárt mondom. Az a furcsa egyébként, hogy ez egy hosszan készülő film. Ez egy 10 hónapon keresztül forgó filmet, egy 4 évszakos film lesz belőle. Pont a tájváltozásának a dinamikát és a dramaturgiáját szeretnénk belevinni ebbe a filmbe. És mivel ennyien hosszú időn keresztül készül a film, fura módon egyre több és többet értünk meg. Hát, ha egy hét alatt leforgattuk volna, akkor megcsináltuk volna ennek a filmnek a körülbelüli átnézetét. Így, hogy van időnk belemélyedni, és hetek, hónapok telnek el egyes forgatási napok között, így sikerül jobb és jobb képeket válogatni, főszereplők. A főszereplője a Schneider Zaj Ákos, a Vasvári Gimnázium nem tudom, hanyadikos tanulója, én egyre többet dolgozom vele. Én hiszek az isteni elrendelésben, bevallom őszintén, minél idősebb vagyok, annál inkább.
De ez egy félelmetes összefüggés, hogy ez a bizonyos lantai horvát... Májer. Lantai Májer Józsi bácsi, ő a Kertalja utcában lakott. Tőlem három házra. És a Schneider Zaj Ákos szintén a Kertalja utcában lakik tőlünk 20 házra. Tehát a társforgatóinvíró, társrendező ugyanabban az utcában lakik, mint az a főszereplő, akinek a könyvéről fogunk beszélni. Az őt megszemélyesítő fiatal középiskolás diák szintén ugyanabban az utcában lakik. Tehát ez egy kerek történet. Igen. Beszéljünk az eddigi forgatásokról. Minden a terv szerint zajlik, hiszen beszéltetek még 10 hónap, tehát eltelt hány hónap? 4 vagy 5, tehát még van bőségesen. Viszont sikerült-e azokat megvalósítani, azokat a terveket, amelyeket előre kitaláltatok, vagy jött-e még hozzá, hiszen egy-egy filmforgatásnál mindig jön egy újabb-újabb impulzus, és akkor van néha változás. Mindig jön új, mindig eltervezünk valamit, próbálunk eltervezni valamit, de mindig kiderül menet közben, hogy nem úgy lesz, hanem máshogy lesz, de hát ez nyilván azért van, mert jobban átlátjuk a dolgokat, meg hát ugye azért egy viszonylag nagyobb stábbal dolgozunk, tehát vannak operatőreink, ugye ővelük is mindig, amikor egyeztetünk dolgokról, akkor felmerül, hogy de nem így kéne, hanem úgy kéne, meg kicsit hosszabb időt kell itt-ott szánni, tehát hogy így mindig jönnek újak, most is egy olyan forgatás előtt állunk, ahol megint becsúszott egy új helyszín, amire lehet, hogy előtte nem gondoltunk, vagy nem időben gondolkodtunk róla, inkább úgy mondom, mert azt tudtuk, hogy mondjuk oda akarunk menni, ahol igen, most megyünk, csak nem tudtuk, hogy ezt éppen most. Tehát, hogy plusz a legutóbbi forgatás, az pedig úgy jött, hogy egyszer csak ugye mi tudtuk, hogy egy gőzösre szükségünk van, és akkor János felfigyelt erre, hogy hát Fehérvárra fog érkezni, és most hát azonnal le kellett csapni. Te ezt majd a János elmond. Igen. Hát ugye ez egy történelmi film, és hát a történelmi filmek legdrágább műfajok egyébként, ha az ember komolyan akarja venni, tehát azt nem lehet papíron megmutogatni, hogy a gőzös ottan gőzöl. És ugye volt ez a nosztalgia hétvége most, múlt héten vagy két hete hétvégén, hogy jött a gőzös helybe. És akkor gyakorlatilag sikerült a stábnak villámgyorsan leszervezni azt, hogy nekünk ilyen zárt helyekre, bejutással gyakorlatilag jól föl lehetett képileg dolgozni a gőzös, tehát jött a gőzös, ment a gőzös, úgyhogy ez egy elég fontos pillanata volt az életünknek. És hát ugye minden helyszín, tehát mivel azért ez mégiscsak egy televíziós produkció, ahol a stáb egyébként a napi rutin szerint munkáját végzi, én magam is, és a Szilvi is, azért nincs annyi időnk fölkészülni az tehát a gyártást nem lehet annyira előkészíteni napról napra, mint hogyha ez egy profi filmes táb lenne, ezért randomszerűen sikerül rátalálni azokra a helyszínekre sok esetben, ami megtetszik. A randomszerű helyzet helyfeltalálásból pedig következni dramaturgiai követ. Tehát az író az azért rendszeresen kamera előtt ott alakítja ezt a dolgot. Egyetlen dolog biztos, és ez szerencse is, és nehéz is nekünk, nekem különösen, hogy egyetlen szó el nem hangzik ebben a filmben, amit nem a Józsi bácsi naplójából van. Tehát nulla, tehát a verbális fikció az nulla. Ennek következtében viszont kitárul előttünk egy olyan vizuális világ, hogy azt, amit a Józsi bácsi nagyon szűkszavúan elmond, azt hogyan tudjuk úgy megmutatni, hogy az egy nézők számára egy nagyon vonzó vizuális élmény lesz. Szerettél volna valamit mondani időközben? Nem tudom, hirtelen. Jó, miként viselik a szereplők, hiszen ez nagyon-nagyon fontos. Esett szó arról, hogy a Fehérvár Média Centrum operatőrei, munkatársai nagyon sokat tesznek ezért a filmért, de nyilván fontos az is, hogy miként készül. Tehát egy fiatal számára rendkívül vonzó egy film, egy ilyen film főszerepe, tehát itt Schneider Zaj Ákosra gondolok, hiszen a tehetsége megvan hozzá, az elkötelezettsége nem különben, bizonyos vagyok benne, ugyanakkor neki egy óriási kihívás. Van neki egy társa, Kovács Máté a Szabad Színházból, van egy titokzatos barát, alig-alig megemlítve, mert ezt is kiszálasztuk, hogy ez ilyen. Az Ákosban az a számomra rendkívül vonzó és meglepő, ő egy hegyke fiú. Ő oda megy és megcsinálja. Tehát van benne valami olyan született természetesség,
ebben a dologban, mert azért azt nagyon nehéz, hogy valaki az arcával képviseljen egy ekkora történetet fél órán, három órán keresztül, hogy az mindvégig hiteles maradjon. Én azt érzem a kamera mellett bögött állva, amikor az Ákos játékát nézem, hogy ez a játék, ez ott teljesen helyén való, hozza azt a egyszerű tisztaságot és abban a fakadó mélységet, ami ennek a filmnek ezt a dokumentum jellegű hitelességét szerintem megsegíti. A Máté pedig van benne egy olyan sugárzó szeretnivalóság, amivel ezt a két alakot, ezt a kettőst egy nagyon szép kettősé teszi, és majd nagyon szép búcsút is terveztünk a filmben ennek a kettősnek, mert nem titok, de titok, akkor most eláruljuk, hogy Józsi bácsi egyedül jön haza. A barátot azt valahol a napló elveszíti. Hát ennél azért mi egy kicsit bátrabbak leszünk. Nos, én azt tudom, hogy elfogult vagy, és kell is az elfogultság. Tehát szerintem az elfogultság az jobbá tesz egy ilyen film kapcsán, producerként és társrendezőként, nem különben. Tehát jól mennek a dolgok. Én azt hiszem, hogy nagyon. Tehát olyan, mint ahogy azt álmaidban elképzelted? Nem tudtam volna álmaimban sem elképzelni. Tehát akkor, amikor mi a Jánossal úgy összeszövetkeztünk, akkor valahol ez egy... Nem tudom, de nem gondoltunk bele szerintem, hogy mik lesznek, mik jönnek, csak egyszer csak azt tudtuk, hogy kell egy forgatókönyv, kellenek színészek, leültünk megbeszélni, hogy lesz egy költségvetésünk, nyilván kellett ehhez forrást szerezni, de hát én ezt az álmomban nem gondoltam, hogy ez ilyen lesz, tehát hogy egyébként amikor dolgozunk együtt, az mindig nagyon pörgős, és mindig nagyon jól működik, és soha nincs semmi, féle probléma, meg fennakadás, és mindig jól meg van szervezve. De azért azt például nem gondoltam, hogy a háttérben sokat kell tevékenykedni. Tehát folyamatosan felfelé a grádicson. Mi a következő lépés? Lépcső? Most ugye lesz egy egész napos forgatásunk október közepén, aztán lesz még egy ilyen pocsolyás késő őszi forgatásunk, ahol ezt a nedves világot meg lehet mutatni, és hát nagyon várjuk az erdélyi forgatást, mert az lesz gyakorlatilag a non plus ultrája, a bónusza. Tehát azért vagyunk, hogy elmehessünk Erdélybe ezeknek a téli képeit a szűz hóban, a Hargitán fönt, a derékig érő szűz hóban meg lehessen csinálni, mert ez attól lesz igazán szibériai film, hogy szűz hóban taposnak és keresik az utat hazafelé. Én ott van 4 naptól várok egyébként nagyon-nagyon sok olyan spirituális pluszt még a filmbe, amit most még csak helyenként találunk meg. Aztán gyakorlatilag február-március utolforgatás, utána a képi és a hangi utómunkák következnek, és valamikor június közepére le kell zárni. Tehát a vágás a is filmet. Egy nagyon komoly munka lesz, én azt gondolom. A Fehérvár TV fantasztikus vágója, aztán Miklós Dávid fogja vágni, akivel nagyon-nagyon szeretek vágni. A Dávid hihetetlen, amit a vágóasztalon tud csinálni. Nekem, bocsánat, de legalább akkora élmény vágni egy ilyen anyagot, mint elgondolni és társban megrendezni, meg legyártani. Azért tulajdonképpen a film végleges arca, arcéle, az mint tudjuk az utómunka. Csak a Cserta Balást se hagyjuk ki a képből, mert amikor már a Dávid mindent összevágott, az egész dolgot átadjuk a Cserta Balázsnak, akinek ezt az egész világot hangilag egy nagy univerzummá teszi. És ne felejtsük el, ha már akkor név szerint említettük, még akkor a Megyeri Zoltán kollégánk, ő ugye a Pető Gábor másik kollégánkkal felelnek a képi világért, és nagyon jól dolgoznak, nagyon nagyszerű ötletesek. Úgyhogy azt gondolom, hogy tévés operatőrként nagyon sokat tesznek azért, hogy ez egy nagyon szép film legyen, egy képileg is nagyon élvezhető film. Tehát a semmiből egy új másik világot teremtettetek. És hát akkor Percei Láb, aztán végképp ne felejtsük el, mert Percei lennek az egész filmnek számomra a nagy meglepetése. Tehát Ila született első asszisztens. Tehát olyan hihet, ugye az ő évtizedes szakmai kapcsolatrendszerét, rutinját, eleganciáját úgy hozza bele itt a háttérmunka előkészítésébe, hogy én csak lesek.
Nos, hát mi pedig majd lessük, illetve már nagyon várjuk, én azt gondolom, én legalábbis, de számtalan olyan barátom van, aki szintén megemlítette, és tőlem kérdezték, és mondtam, hogy én teszünk itt a Fehérvár Televízióban azért, hogy minél többekhez eljusson, mert én azt hiszem, hogy ez egy igazi ünnep lesz a következő esztendőben, július 18-án. Nos, hát akkor jó munkát nektek. Köszönöm. Én azt hiszem, hogy nem leszek hiány, és hát mondom még egyszer, várjuk a filmet. Hajrá! Köszönöm. Köszönjük szépen. És haza. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, arról a filmről beszélgettünk, amely a következő esztendő júliusában kerül bemutatásra Kovács Szilvia és Matuz János rendezésében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.